Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm beszélgető partnerem dr. Türmer Gyulát, a Munkáspárt elnökét, akit ma internetes kapcsolat segítségével beszélgetek. Elnök úr, az előző adásunkban Karácsony főpolgármesterről beszélgettünk, amikor a Belarus fehér-piros zászlót tűzte ki, de most is olyat cselekedett, ami megérdemli, hogy ismét beszélgessünk róla. Nem más tett a közelmúltban, mint bocsánatot kért Orbán Viktor miatt az amerikai törvényhozás egyik albizottsága előtt. Ön szerint Karácsony miért tesz úgy, mintha nem Budapestet irányítaná, most jól vagy rosszul lesz, mindenki ítélje meg saját maga, hanem országos és nemzetközi politika prominense volna? Nézd, ebben a kérdésben sok probléma van. Az egyik az, hogy az amerikai képviselőház európai ügyekkel foglalkozó külügyi albizottsága szervez egy meghallgatást, amelyre meghívják Karácsony Gergelyt, illetve a visegrádi négyek másik három fővárosának főpolgármesterét. Na most nyilván azért őket, mert ezek liberális főpolgármesterek. Most ez az amerikaiak dolga. Ez persze egy nyilvánvaló, durva beavatkozás Magyarország belügyeibe, meg a többi visegrádi ország belügyeibe is. Viszont a fővárosok vezetőit hergelik ugye a kormányaik ellen. De még egyszer mondom, ez az amerikai dolg, amerikai ügye, az amerikai kapitalizmus. Ilyen, tetszik, nem tetszik, tudomásul veszik. A másik dolog az, hogy Budapest főpolgármestere miért megy bele ilyen buliba. Ha én lettem volna az ő helyébe, akkor megköszöntem volna az udvarias megkívást, de közöltem volna, hogy ez nem ide tartozó dolog. Ha arról kérdeznek, hogy milyen a város fejlesztése, mit építünk a városban, az egy egészen más dolog, de politikai konstrukcióba belemenni bűn. Karácsony Gergely az első perctől kezdve nem Budapest főpolgármestereként szerepel, hanem Magyarország kvázi miniszterelnökeként. Hát üzenjük neki, hogy Magyarországnak van miniszterelnöke, Magyarországnak lesz miniszterelnöke, akit viszont a magyar nép fog majd a választásokon megválasztani, és reméljük, hogy az nem Karácsony Gergely lesz. A magyar politikában észrevehető egy már megszokott jelenség, hogyha valamit nem tudunk itthon elintézni, azzal rögtön szaladunk Brüsszelbe vagy Washingtonba. Vajon mi váltotta ezt ki a politikából? Magyarország kicsi ország, és természetesen nem függetleníthetjük magunkat a külföldi tényezőktől. De hát azért mindenkinek abból kellene kiindulni, hogy Magyarország vezetőit a magyar nép választja, és nem azért lesz valaki miniszterelnök, főpolgármester vagy akárki, mert a külföld ezt szeretné. Ezek a politikai erők vagy személyiségek azért fordulnak a külföldhöz, mert saját magukban nem látnak elég erőt. Tehát Karácsonyék ma abban érdekeltek, hogy a nyugati liberális propaganda beavatkozzon Magyarország belügyeibe, lejárató dolgokat mondjanak az ország vezetőiről, ezt az emberek hallják, és meggyőzzék őket arról, hogy nem érdemes a kormányra szavazni, hanem ellenkezőleg a liberális ellenzékre kell szavazni. Én azt gondolom, hogy ez egy tisztességtelen dolog. A dolog persze nem új. Amíg a Szovjetunió időjét éltük, akkor Moszkvába rohangáltak följelenteni a barátaikat és üzletfeleiket, most ugyanezt teszik Washingtonban vagy Brüsszelben. Én mindig azt mondom, hogy Kínában el tudom képzelni, hogy a 1,5 milliárd emberből, vagy a politikával foglalkozó milliókból nem mindenki ért egyet a másikkal. De még soha, és én 30 év alatt nagyon sokszor voltam Kínában, soha nem találkoztam olyan kínaival, aki a másik kínaira előttem, egy külföldi előtt panaszkodott volna. Az az ő dolguk. Szerintem ez lenne helyes a magyar politikában is. Ha már szóba jött Kína, elnök úr, a főpolgármester szerint Orbán kormány a kínai érdekek trójai faluvává tette Magyarországot a nyugati közösségben, de az orosz érdekeket is kiszolgálja, példaként Paks 2-t említette. Most ön szerint nem veszélyes az, hogy egy ország belső problémáiról egy másik országnak panaszkodunk, hisz azok joggal érezhetik, hogy morális válság van az országban, és így abszolút sebezhetők vagyunk. Azok a kérdések, amelyekről most szót ejtünk, azok valóságos problémák. Tehát a világban ma verseny van azért is, hogy
Európát, az európai országokat kilássa el energiával. Ugye az atomenergia területén ugye az oroszok vannak előteres helyzetben, és vannak amerikai termékek is. Az amerikaiak nagyon szerették volna, hogyha nem orosz atomenergiát veszünk, Paks 2-t nem bővítjük tovább, hanem ellenkezőleg az amerikaiakat vesszük meg. Egyébként ebben nincs semmi váratlan, a románok ugye meg épp a közelmúltban állapodtak meg Amerikában arról, hogy úgynevezett mini erőműveket vesznek. Ezt szerették volna a magyar kormánnyal is elfogadtatni, nem sikerült. Olcsóbb, biztonságosabb és kifizetődőbb ugye az orosz atomenergiára építeni az ország jövőjét. Ugyanaz a helyzet a Belgrád-Budapest vasútvonalnál, amit kínai segítséggel építünk föl, és nyilvánvalóan a 21. században egy egészen új fejlődés hoz majd az a tény, hogy 2 óra alatt meg fogják tenni a vonatok a Belgrád-Budapest közötti utat, bekapcsolódik a Balkán, Magyarország és Európa vérkeringésébe. Most lehetne más megoldást hízni, lehetne Magyarország szekerét kötni Amerikához, Németországhoz, vagy bárki máshoz. Karácsonyék és a liberális ellenzék Amerikához szeretnék kötni Magyarország szekerét. Nekünk a munkáspártnak az a véleményünk, hogy ilyen konkrét kérdésekben nem ideológiai és politikai döntéseket kell hozni, hanem a legracionálisabb gazdasági döntést. Ha az energia szükségleteinket úgy tudjuk legolcsóbban, legbiztonságosabban kielégíteni, hogy behozzuk a orosz nukleáris technológiát, akkor azt kell tenni. Hogyha Magyarország szellemi, intellektuális fejlődését segíti egy külföldi egyetem, ad abszurdum, egy kínai egyetemnek a létrehozása, akkor azt kell tenni. A karácsonyféle panaszta természetesen jött is válasz Amerikából. Azt válaszolták, idézem, hogy az amerikai fél sajnálatosnak tartja, hogy az egykor demokratikus átalakulás mintájaként szolgáló országok majd teljesen másik, gyakran az alapvető jogokat is megkérdőjező illiberális utat követnek. Na most ennek nekem olyan déjà vu érzésem van. Tehát nem így volt 56-ban is, hogy Amerika felpiszkálta itthon az érzelmeket, aztán amikor tetőfogára hágott a baj, elegánsan slamasztikában hagyták azoknak, akik vakon hittek nekik és bíztak bennük. Az Egyesült Államok arra törekszik, hogy az úgynevezett közös értékekre hivatkozva teremtse meg a mai világnak megfelelő szövetségi rendszereket. Tehát azt mondja, hogy aki el tudja fogadni az én fölfogásomat a demokráciáról, a jogról, a szabadságról, az emberi viszonyokról, az jöhet hozzám, aki meg nem hajlandó elfogadni, az nem ilyen. Na most ugye a demokrácia az nem olyan, mint a Coca-Cola. Szóval a Coca-Colának mindenütt egyformának kell lenni. Amerikában és Magyarországon is, máshogy is. Mert ha nem egyforma, nem olyan íze, akkor az nem Coca-Cola. Akkor a szívhatják másnak, de nem Coca-Cola. A demokrácia azonban különböző. Különbözik attól függően, hogy egy országnak milyen a történelmi fejlődés, hogy mekkora egy ország. Mondjuk Oroszországon számon kérni azt, hogy a miniatűr demokráciának az intézményei nincsenek úgy kiépülve, mint Hollandiában vagy Belgiumban, az egy butaság, hiszen Belgium és Hollandia icike-picike országból elkiáltja magát valaki, akkor hallják 100 kilométeren belül. Szibériában lehet kiáltozni órákon keresztül, nem hallja meg senki, mert az emberek távolabb laknak egymástól. Ugyanez igaz természetesen Kínára is. Magyarországnak vannak történelmi tapasztalatai a demokrácia építésében, én nem azt mondom, hogy minden tökéletes nálunk, de ez az intézményrendszer működik. De ha történetesen nem működne, akkor sem kellene nekünk Amerikához fordulni. Tehát egy országban, ahol úgy lehet az elnököt megválasztani, hogy csalnak, lopnak, a bírósági döntéseket meghamisítják, ahol egy ország képtelen a saját polgárait megvédeni, mondjuk a koronavírussal szemben, ahol emberek százezreinek egyszerűen igazolványuk sincsen, tehát nincsenek benne a rendszerben, az ne oktasson ki bennünket demokráciából. Milyen érdekes, hogy most így a demokrácia egy alatt említette, hogy az elnökválasztás, hogy csalnak, lopnak. Ugye
Amerikából, tehát, és európai, nyugat-európai országokból, éppen a belarusz elnököt is azzal vádolják, hogy csalással lett a belarusz vezetője. Most kíváncsi leszek a 2022-es országgyűlési választásokra itthon, hogy vajon lesznek-e ilyen hangok? Ez egy életveszélyes játék, hogyha ezt teszik. Azt ma már biztosan tudjuk, hogy úgy az Európai Unió vezetése, mint az Egyesült Államok vezetése nagyon szeretné, hogyha a mostani magyar kormány leváltanák. Egész egyszerűen azért, mert ez a kormány egy önálló magyar politikát folytat, és sem az EU jelenlegi liberális vezetésének, sem pedig az Egyesült Államok vezetésének nem érdeke, hogy itt független államok létezzenek Európának ebben a részében. Ezért meg akarják a lengyel vezetést is dönteni, meg a magyar vezetést is. És azt is látjuk, hogy most nagyon komoly erőket vetnek be, hiszen Biden kérdésére visszatérve, ugye ő meghívta a világ számos országát most Washingtonban egy demokrácia csúcs találkozóra, Magyarországot nem hívták meg. A többi Visegrádit meghívták, az Európai Unió országait meghívták, de bennünket, a kínaiakat, oroszokat, törököket, meg még néhány országot nem hívtak meg. Ezek nevetséges dolgok. Persze van ilyen kísérlet arra, hogy 1956-hoz hasonlóan felkeltsék az embereknek az érdeklődését, és ne csináljanak semmit. Én a legnagyobb veszélyt abban látom, hogy Amerika most nagyon szívesen vívna egy háborút Oroszországgal szemben, mondjuk Belarusban, de nem amerikai katonákkal. Ők majd úgy háttérben lennének, aztán az európaiak azok küzdjenek meg ebben a háborúban. Hát nem véletlen, hogy 15 ezer lengyel katona van a lengyel-belorusz határon, és én nagyon fölháborítónak tartom azt a bejelentést, egyelőre bár még csak a lengyel honvédelmi miniszter bejelentését, hogy magyar katonákra is számítanak. Nagyon örülnénk, hogyha a magyar kormány mielőbb megszáfolná ezt a hírt. Magyar katonának az ég adta világon semmi keresni valója a magyar érdekeket megsértve nincsen a belorusz-lengyel határon. Tehát egyetlen magyar katonának se szabad oda menni, nem szabad magyar érdekeket amerikai érdekekért feláldozni. Bízunk benne, hogy ilyen azért nem fog sor kerülni. Elnök úr, váltsunk egy kicsit a témában, beszélgessünk kellemesebb témáról. Így az év vége felé, ugye közeledik karácsony, és most az ünnepre gondolok. Karácsony közelettével a Munkáspárt születésnapja is közeledik. Hanyadik születésnap ez most ebben az évben önöknek? 1989. december 17-én jöttünk össze, és döntöttünk arról, hogy a magyar szocializmus lobogóját nem dobjuk el, tovább visszük ezt az ügyet, és megpróbálunk mindent megtenni a dolgozó emberekért. Így 32 esztendeje létezik most már a Magyar Munkáspárt, és még reméljük, hogy még sok 30 esztendőt fogunk majd együttesen. Fel tudnál sorolni, hogy milyen pártokat éltek túl? Ó, hát rengeteget. Ugye az akkori pártok közül, akikkel szemben küzdöttünk, a Magyar Demokrata Fórum már gyakorlatilag nem létezik. Antal József halála után eltűntek teljes mértékben. Hiába volt egy nagyon népszerű politikus, Torgyán József, a kisgazdák is eltűntek, mint tudjuk. Az SZDSZ-ről mindenki azt mondta, hogy az örökké valóságnak szolgáló párt, de ma már SZDSZ sincsen, legfeljebb csak ilyen utódszervezetek vannak, de eltűnt a Magyar Szociáldemokrata Párt is, a Köztársaság Párt is, a Vállalkozók Pártja, az Agrárszövetség, és egy sor más dolog. Maradtak a nagyon világos eszmei áramlatokat kifejező pártok, hogy egy konzervatív csoport maradt ma Magyarországon, illetőleg egy liberális csoport, amihez hozzá kapcsolódott az MSZP, amely szintén ugye elindult ezzel az eltűnés irányába. És vagyunk mi, akik se az egyik, se a másik irányhoz nem tartozunk, mi a Magyarország jövőjét azt a közösségi társadalomban látjuk, és ezért küzdünk. Hát egyébként politikus sem maradt olyan túlságosan sok, mert a 1989-es indulásból az elnökök közül ketten vannak. Az egyikük már miniszterelnök, a másikukból még lehet miniszterelnök. Most így az említett pártok közül, illetve a politikai pályafutásból ugye 32 év, az egy
tényleg egy elég hosszú időnek tűnhet. Most közhelyen élve hadd kérdezzem meg, hogy mi a hosszú élet titka? Én mindig azt vallottam, hogy a politika az nem egy foglalkozás, az tisztesség, érdekeknek a tisztességes, becsületes képviselete. Mi soha nem csaptuk be a dolgozó embereket. Nem mondtuk 89-ben sem azt, hogy a kapitalizmus meg tudjuk állítani, de tudunk ellene küzdeni. És most sem mondjuk azt, hogy holnapra itt közösségi társadalom lesz, de azt ígérjük, hogy dolgozunk értük. És tesszük ezt nagyon konkrét dolgokba, legyen az a nyugdíjkorhatár, vagy legyen az a fizetés, vagy legyen éppen Magyarország NATO-tagsága, vagy EU-tagsága. És mindenhez hozzáteszem, hogy nem loptunk, nem csaltunk, és nem korrumpálottunk. Úgyhogy reggel a borotvák azok, akkor nyugodtan a tükörbe nézhetek. Tervezik meg ünnepelni a születésnapot? Hát sajnos most már második éve megzavar bennünket a koronavírus. Mindenképpen a központi bizottságunk tart egy megemlékezést, de lehet, hogy nem teljes személyes részvétellel, hanem részben a videó, illetve az internet segítségével. Tehát az ünnep az ünnep, ez a párt születésnapja, és a párt születésnapját közösen kell megünnepelni. És nagyon örülök, hogy ezen a napon megköszönhetjük azoknak az embereknek a munkát, akik becsülettel és tisztességgel végigélték ezt a 32 esztendőt. Mert hiszen ez nem csak a pártelnökön múlik, ez dönten azokon a egyszerű embereken, akik egyébként nagyon sokak csodálkozására ma is eltartják anyagilag a pártot egy fillér állami támogatás nélkül, tisztességgel végzik a munkájukat, a saját szabadidejükről, a saját jövedelmükről mondanak le azért, hogy a közösségi társadalom eszméje éljen. Ezért érdemes munkát végezni, és nagy megtiszteltetés egy ilyen párt élén állni. Elnök úr, köszönöm szépen az interjút, kívánok nagyon sok boldog születésnapot a pártnak, és természetesen még egyszer ugyanennyit, és akkor utána majd visszatérünk a továbbiakra. Kedves nézőknek köszönöm a figyelmet, kövessenek minket továbbra is az interneten, találkozunk a következő beszélgetésünkben. Viszontlátásra! Viszontlátásra!